Mostantól megéri gyakornoknak lenni Romániában. Számos előnnyel jár ugyanis az új, a Magyar Ifjúsági Értekezlettel közösen kidolgozott internship törvény, amelyet sikerült elfogadtatni a parlamentben. Ennek részleteiről kérdezem a következő percekben a Magyar Ifjúsági Értekezlet elnökét, Oltyán Csongort. Köszönöm szépen, hogy itt van, jó napot kívánok! Köszöntöm én is a tévénézőket, köszönöm, hogy itt lehetek. Tehát egy internship törvényről beszélgetünk. Először helyezzük kontextusba, mit is jelent ez pontosan? Igen, tehát az az igazság, hogy sokan tévesztik, akár a kötelező szakmai gyakorlattal, vagy akár az önkéntes törvény is összetéveszthető. Egy kicsit ezt külön választanám. Többfajta törvény van, ami a fiataloknak lehetőséget ad különböző munkavállalás, vagy belelássanak abba, hogy hogy működik egy közintézmény, vagy egy akármilyen vállalkozás. Igazából ez a törvény, ezt a kormány kezdeményezte, illetve mi a Magyar Ifjúsági Értekezlet közösen Csép Andrea parlamenti képviselővel dolgoztunk ki javaslatokat. Mi azt szerettük volna, hogyha több minden átmegy, vagy még pozitívabb, még jobban néznek ez a törvény, de én úgy gondolom, hogy is egy nagyon jó lehetőség. Amit ki kell emelni, az, hogy 15 évtől felfele vállalhatnak már internship gyakornoki munkát a fiatalok. 15 és 16 év között akkor, hogyha mind a két fél beleegyezik, 16 év felett pedig már jóval egyszerűbb ez a folyamat. Ami pedig jó az, hogy fizetett, tehát hogy nem a önkéntes munka, nem job shadowing, nem a kötelező gyakornokság, hanem fizetett. Tehát akkor lényegében a kötelező gyakornokságtól ez különbözteti meg ezt az új törvénykezést, hogy itt ugye fizetett státusról van szó. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy nekem sajnos eléggé rossz élményei vannak a kötelező gyakornoksággal kapcsolatosan. Azt tapasztaltuk sok esetben, hogy a cégek, ugye mivel kötelező, fogadják a gyakornokokat, annak egy igazolványt, hogy ott volt, annál tovább munkát nem várnak el tőlük, nem dolgozhatják őket. Ez pedig gyakorlatilag kötelezni fogja őket valamilyen formában, hiszen attól a percek, hogy fizetést adnak a gyakornoknak, így kénytelenek munkát is elvárni. Úgy gondolom, hogy nem azt mondom, hogy helyettesíteni fogja a kötelező praktikát, a gyakornokságot, de egy újabb lehetőség lesz a fiatalok számára. Egyrészt azért, hogy belelássanak különböző a szakmájukba tulajdonképpen, illetve pénzt is kapjanak ezért. Igen, és hogy ugye nagyon sok alkalommal azzal szembesül a fiatal, hogy mindenhol szakmai tapasztalatot kérnek, tehát hogyha egy új munkalehetőségről van szó, azonnal felmerül a szakmai tapasztalat kérdése, ezáltal talán ez is megoldódik? Igen, és itt igen, megoldódik valamilyen formában. Kicsit itt összekötném, hogyha már lehetőség van erről beszélni, az önkéntes törvénnyel, ugye az önkéntes törvényt is nemrég fogadta el a parlament, ha jól tudom, 2 évvel ezelőtt, ott is voltak nagy módosítási javaslataink, és amiben különbözik például ilyen szempontból is, az, hogy az önkéntes törvény nem tudták, és ott nem lehet, nem a régiségnek számít, hanem csak szakmai tapasztalatnak számít. Értem. Az önkéntes munka. Itt pedig a szakmai tapasztalat mellett régiségnek is számít, ami azért egy nagyon fontos dolog. Így van, egy nagyon fontos dolog. Az is igaz, hogy maximum 6 hónapot lett gyakornok egy fiatal, egy cégnél, egy jogi személyiségnél, de nem zárja ki a törvény az, hogy több cégnél lehessen gyakornok, tehát hogy mondjuk 5 éven keresztül gyakornokságba mehet át nyugodtan különböző cégeknél. Értem, mit nyer ebből a cég? Mert ugye, hogy állami cégről is beszélhetünk, és magáncégekről egyaránt. Így van, tehát egyrészt igazából ez ilyen kettős, ami nekem, mi azt javasoltuk volna, hogy 75%-nyi, a minimálbérnek a 75%-át kapassa a fiatal kötelező módon le a cég tulajdonostól, vagy az önkormányzattól. Ez 50%-kal ment, tehát azt jelenti, hogy a minimálbérnek az 50%-át kötelesek megadni. Értem, de onnan, tehát attól fölfelé akár attól fölfelé, megegyezés alapján, természetesen. Illetve ami más kedvezmény vagy pozitívum a cégnek, az, hogyha a gyakornokság után 60 napon belül alkalmazasz az illető gyakornokot, fiatalt, aki nála dolgozott, 2 évig legalább dolgozhatja, 4586 lejt fog visszakapni a cég az pontosan az államtól. Uh-huh. Ami azért 1000 eurós összeg. 1000 eurós, most lehet, hogy nem tűnik egy nagy összegnek, viszont azért mindenkinek, főleg a kisebb cégnek azért az összeg jól jön. Itt kizárja viszont az önkormányzatokat, lévén, hogy ők ebben nem esnek bele. Viszont az önkormányzat is pont úgy foglalkoztat a gyakornokat, sőt mi ezt el is ösztönözzük majd a polgármestereinket, hogy lehetőleg minél több fiatal. Igen, ezt is mondták a közleményükben, hogy az RMDSZ-es polgármesterek erre fogják ösztönözni. Miért fontos az egy ilyen munkalehetőség gyakorlatilag, hogy önkormányzatban tegyen szakmai tapasztalatra szert egy fiatal? Igen, úgy gondolom, hogy az elmúlt 10 évben, az 2008-2010-12-ben nem volt túl trendi önkormányzatban munkát vállalni. Ez most normalizálódott, hiszen a fizetések is most hál' Istennek jobban néznek ki. És egy fiatal, egy végzős fiatal, hogy a szakmájába keres munkát és kap munkát az önkormányzattal, akár 3000 lejes kezdő fizetése is lehet. Úgy gondolom, ez egy azért jó lehetőség, ha erre a fiatal beleláthat
a bürokráciába, beleláthat az önkormányzatnak a konkrét tevékenységébe, és bár még a posztok sok esetben a munkahelyek le vannak zárva, gondolom, hogy ez a folyamat előbb-utóbb majd meg fog változni, de így is vannak lehetőségek különböző közintézményekbe, hogy bekerülnek a fiatalok. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy azért egyrészt ő már úgy kerül oda az önkormányzat, hogy már van valami tapasztalata, főleg, hogyha internship munkát végzett, és az önkormányzat is jó az, hogyha egy olyan fiatal kerül oda, aki tényleg érdekel ez a munka. És még annyit tennék mellé, hogy nagyon sok vita volt a felül, hogy a fiatalokat nem érdekli a politika, nem érdeklik a közélet. Én is úgy gondolom, hogy nagyon is érdeklik, ezt be is bizonyítottuk az elmúlt években, hiszen 2016-ban is közel 500 jelöltünk volt az önkormányzati listákon. Ezen kívül pedig vannak olyan fiatalok, akik nem akarnak politizálni, hanem akik konkrétan dolgozni szeretnének az önkormányzatokban, úgyhogy még ez egy jó lehetőség, hogy belekóstoljanak. Értem. Hogyha jól tudom, akkor az államelnök már kihirdette a törvényt, és augusztus 18-ától lép érvénybe, tehát akkor nem kell várni egyébre, augusztus 18-ától a fiatalok kereshetik ugye a cégeket, az önkormányzatokat, és élhetnek ezzel a lehetőséggel. Így van. Őszintén szóval nekem a tapasztalataim sajnos elég negatívak, ami a minisztériumban való munkát illeti, és én félek kicsit attól, hogy lehet, hogy a törvény miután alkalmazható, utána lesznek még akadályok, viszont amennyiben mi tudunk ebbe segíteni, mindenképp várni fogjuk, hogy ez gördülékenyen működjön. Ami az önkormányzatokat illeti, sajnos lévén, hogy az elmúlt egy évben egy kicsit meg voltak vágva az önkormányzatokban a fizetések, megtörtént az, hogy csak jövő évtől fognak tudni erre keretet biztosítani a költségvetésükben. Mindenképp arra fogjuk ösztönözni a polgármestereinket, és úgy érzem, hogy erre azért lesz nyitás, hiszen Kovászna megyébe is, Hargita megyébe is, Kolozs megyébe is azért több ízben voltak gyakornokságok elindítva, úgyhogy úgy gondolom nem lesz ebből probléma. Ami viszont fontos az, hogy legyen erre pénz, hát, mert a törvény kötelezi, tehát nem lehet az, hogy önkéntesen végzi, nem kötelezi arra, hogy fizetést is kapjanak ezért a munkáért. Értem. Ugye itt a felvezetőmben azt mondtam, hogy a magyar ifjúsági értekezlet hathatósa beleszólásával vagy támogatásával sikerült ezt a törvényt ilyenné alakítani, amilyen egyetlen milyen passzusokat fogadtak el az önök ajánlataiból. Tehát itt ami igazából amit mondtam, a törvényt azt a Románia kormánya kezdeményezte. Mi szerettünk volna, hogy a több minden belekerül ebbe a törvénybe, viszont sajnos nem minden ment át ugye szavazás útján. Mi például azt is megfogalmaztuk, hogy az a fiatal, vagy az az önkormányzat, aki nem végzi a felelősség teljesen a munkáját, és még nem fizeti ki a fiatalt, vagy éppenséggel valami történik, az ne 5 évig, ha jól tudom, akkor nem, 3 évig nem fogadhat gyakornokat, tehát hogy itt is volt nekünk egy javaslatunk. Mi, amit még kértünk volna, és jónak látjuk még most is, az, hogy szabadságot kaphasson. És amit nem említettem, az, hogy fél évig lehet maximum valaki gyakornok. Igen, ezt már elmondtuk, hogy fél évig lehet. Nem beszéltünk, hogy szabadságot is kaphat a fiatal. Fél év alatt nincsen lehetőség, hogy szabadságot kérni. Mi azt kértük volna, hogy lehessen, kaphasson szabadságot, sajnos ez nem ment át a szavazáson. Amit viszont szintén mi javasoltunk, az, hogy ne legyenek félreértések, hogy majd utólag iktassák a szerződést, és már elkezd a fiatal dolgozni. Mi azt kértük, és az át is ment, hogy a munka elkezdés előtt egy nappal már legyen meg a szerződés megkötve, legyen lejelentve az ANAF-nál, vagy ahol szükség van rá, de az ANAF-nál rendelkezik a munkaügynél, tehát hogy ez is a mi javaslatunkra ment át. Igen, és bizonyára még nagyon sok még minden, még volt egy pár apróság, tehát tulajdonképpen mi próbáltuk csiszolni ezt a törvényt. Ugyanakkor ami szintén jó az, hogy amennyiben megszegik a vállalkozók ezeket a törvényes elírásokat, büntetést fognak kapni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy bízok benne, hogy majd a kellő szervek ezt a munkát kellőképpen fogják végezni, hiszen a fiatalokat nem szeretnénk, és pont az a cél, hogy a törvényeket... Kitenni bármiféle bizonytalanságnak, gondolom, hogy ez azért egy bizonyos szigort is. Így van, hogy ne ijedjenek majd meg ettől ezektől a kormány által biztosított lehetőségektől. Igen, úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy lépés tényleg a fiatalok számára, hiszen fiatal munkaerőre van nagyon nagy szükség itthon Romániában és Erdélyben. Köszönöm szépen Oltyán Csongornak, hogy itt volt, és mindezekről beszélgethettünk. Köszönöm szépen, itt lettem.